Üdvözlök mindenkit, Máriás Mónika vagyok, az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola matematika tanára, és a mai órán a háromszög és a trapéz középvonaláról fogunk tanulni. Mi is az, hogy a háromszög középvonala? Valójában bármelyik két oldalát, ha kiválasztjuk a háromszögnek, és megkeressük a felező pontját, és eztet összekötjük, akkor ez lesz a középvonala. Vagyis szépen mondva, háromszög két oldalának felezőpontját összekötő szakasz a háromszög középvonala. Az én rajzom alapján az AC oldalnak a felezőpontja lenne a B1 pont, a BC oldal felezőpontja lenne az A1, tehát a B1-A1 lenne a háromszög középvonala, de nem csak ez az egyedüli középvonala. Megkereshetem én mondjuk az AB oldal felezőpontját, legyen az mondjuk egy C1 pont, és az a C1A1 is a háromszög középvonala, illetve a C1B1 is a háromszög középvonala. Nézzük, mit mond a háromszög középvonaláról szóló tétel. A háromszög két oldalának felezőpontját összekötő középvonal párhuzamos a harmadik oldallal, hossza pedig egyenlő a harmadik oldal felével. Na, bizonyítsuk eztet. Nem lesz sok bizonyítás, ígérem. Ha már tanultuk a vektorokat, akkor használjuk ki az ott megszerzett tudásunkat. Legyen ez az M pont az AC vektor, az AC szakasz felezőpontja, illetve az N pont a BC oldal felezőpontja. Hogyan írhatom fel ezt az MN vektort? Próbáljuk először, mint két vektor összeget, tehát olyan vektorokat keresünk, ami az M pontból indul, és majd az N pontban ér véget, úgymond. Tehát, ha MN-t akarok fölírni, akkor az AMC vektor plusz CN vektor. Nézzük, hogyan írhatom fel továbbra az MC vektort. Valójában, mivel említettük, hogy az M pont, az az AC oldal felezőpontja, az azt jelenti, hogy valójában az MC vektor, az az AC vektor fele. Tehát az MN vektor felírható, tehát az MC vektor helyett, ahogy már mondtuk, írom, hogy fele az AC vektornak, és figyeljetek az irányításra, nem mindegy, hogy AC vagy CA vektort írunk, tehát az irányításuk meg az irányuk megegyezik. A CN vektor pedig felírható, mint a CB vektor fele, mert ugyanúgy az N pont felezi ezt a szakaszt. Fölfigyelek arra, hogy mind a két összeadandóban ott van az 1/2, tehát úgymond kiemelem, így marad csak az, hogy 1/2 szer AC vektor plusz CB vektor. És próbáljuk meg ezt az AC vektor plusz CB vektort egy kicsit másképp felírni. Nézzük, csak AC vektor plusz CB vektor, ez mit adna valójában? Hát az AB vektort. Tehát én ezt helyett írhatom, hogy ez AB vektorral egyezik meg. És valójában ezzel be is bizonyítottuk a tétel egyik részét, hogy a középvonal a harmadik oldal, tehát azzal az oldallal, amivel párhuzamos, annak a felével egyezik meg, mert hát az MN vektor párhuzamos az AB vektorral, és a felével egyenlő, de miért is párhuzamosak? Mert ha ezt figyeljük, ez valójában, ezt a két vektort figyeljük, valójában ezeknek az iránya megegyezik, ezért párhuzamosak. És ezzel kész is a bizonyítás, nem is volt olyan szörnyű. Nézzük a mai első feladatunkat. Az ábrán látható ABC háromszög oldalai 5, 6 és 7 cm. Számíts ki ezen háromszög középvonalai által alkotott háromszög kerületét. Hát nézzük először is a kerületét az A1, B1, C1 háromszögnek, mivel valójában ezt keresi a feladat, mert az A1, B1, C1 ezek az eredeti háromszög oldalainak felezőpontjai, és valójában, ha bármelyik kettőt összekötöm, ezek a háromszög középvonalai lennének, tehát ez is egy háromszöget alkot.
Hogy kapom meg ennek a háromszögnek a területét? Kerületét, bocsánat. Összeadom az oldalainak hosszát. Mennyi lenne a B1-A1? Hát annyit tudunk, hogy párhuzamos az AB oldallal, mert ugyebár ez egyben a háromszög középvonala, és egyenlő az AB felével. Tehát mennyi az AB? Nem tudjuk. Lerajzolok csak egy ilyen háromszöget. És mivel feladat konkrétan nem mondja, hogy melyik oldala az 5, 6 és 7 centi, én így találomra berajzolom, hogy melyikek lehetnének ezek. Nem biztos, hogy a rajzal pont megfelel, de nem is az a lényeg. És ha berajzolom a felező pontokat, nem van szebb lett volna, ha én ezt így kívülre rajzolom. Akkor valójában ez a B1-A1, mondtuk, hogy középvonal a háromszögnek, ezért párhuzamos az AB-vel, és ha az AB 5 centi, akkor az A1-B1 valójában annak a fele, 5-nek a fele pedig 2,5. Mennyi lenne mondjuk a B1-C1? Valójában ez is a háromszög középvonala, tehát párhuzamos a BC-vel, tehát annak a felével egyezik meg, tehát ha ez 6, akkor ez 3. És nézzük az A1-C1-et, ez is szintén a háromszög középvonala, és párhuzamos az AC oldallal, aminek a hossza 7, tehát akkor ő ennek a felével egyezik meg, 7-nek a fele pedig 3,5. És valójában, ha ezt összeadjuk, 2,5 meg 3,5 az 6, 6 meg 3 az 9. Tehát valójában ennek a középvonalak által alkotott háromszög kerülete 9 cm lenne. Nézzük, milyen kérdés tevődik föl. Az előző feladatban milyen összefüggésre figyelsz fel a két háromszög kerületét illetőleg? Hát mi csak a középvonalak által alkotott háromszög kerületét számoltuk ki, tehát, hogy válaszolni tudjunk a kérdésre, számoljuk ki az eredeti háromszög kerületét, amit feltételezek, hogy senkinek nem okoz gondot, tehát valójában 5 plusz 6 plusz 7. Ami valójában 5 meg 6 az 11, meg 7 az 18 cm. Tehát az eredeti háromszögünk kerülete 18 cm, a középvonalai által alkotott háromszög kerülete pedig 9, tehát valójában a felével egyezik meg, erre tudunk felfigyelni. Tehát itt le is írtam, hogy az A1-B1-C1 háromszög kerülete, melynek oldalai az ABC háromszög középvonalai, egyenlő az ABC háromszög kerületének felével. Tehát eddig a háromszög középvonaláról beszéltünk, most térjünk át a trapéz középvonalára. A trapéz két szárának felező pontját összekötő szakaszt nevezzük a trapéz középvonalának. Tehát ugyebár a rajz alapján az AB és a DC oldalak lennének az alapjai a trapéznak, mert ők a párhuzamos oldalak, illetve az AD, illetve a CB lenne a két szára. És ha megkeressük a két szár felező pontját, akkor az általuk alkotott szakasz nevezzük a trapéz középvonalának, általában M betűvel fogjuk jelölni. Tehát a mi rajzunkon ez valójában az MN pontok által alkotott szakasz lenne. Szintén van egy tétel a trapéz középvonaláról. Trapéz középvonala párhuzamos a trapéz alapjaival, hossza egyenlő az alapok összegének felével. Tehát ugyebár a két alapja AB, ezzel párhuzamos a középvonal, ez szembetűnő szerintem, és a középvonal kiszámítható, mint az alapok összegének a fele. Tehát valójában, mint A plusz B per 2. Ezt a tételt nem fogjuk bizonyítani, hasonló módon működik, mint a háromszög középvonalának bizonyítása, akit érdekel, megtalálja a hatodikos tankönyvben. Nézzük a második feladatunkat, mivel az első ez volt, csak letörlöm gyorsan a táblát. Az A alapunk meg van adva, illetve a B alapunk 8 centi, és keresem a trapéz középvonalát. Hát, mit mondtunk, a középvonal megkapható, mint az alapok összegének a fele. Tehát helyettesítünk, A helyett 6-ot írok, B helyett 8-at, per 2, vagyis 6 plusz 8 az 18.
4-nek a fele 7. Tehát a keresett középvonal 7 centi. Szerintem ez nem volt egy nehéz feladat. Nézzük a B-t. Az A oldalunk 9,5 centi, a B oldalunk 3,75 század centiméter, és keressük a középvonalat. Hát ismét ismerem a két alapot, tehát csak helyettesítünk a képletben. Nem írom most, hogy A plusz B per 2, rögtön helyettesítek A helyett 9,5 centit, B helyett pedig 3,75 századot. És hogy könnyebben el tudjam végezni ezt az összeadást a számlálóban, leírom, hogy a tizedes számokat hogyan is adjuk össze, tehát vesszőt vessző alá írunk. Ez 5 lesz, ez 12, marad az 1, 13, tehát 13,25 századnak a felével egyezik meg valójában ez a középvonal. Tehát 13,25 századot elosztok 2-vel, 13-ban a 2 megvan 6-szor, mert az 12, marad az 1, lehozom a 2-t, de hát akkor kiteszem a vesszőt is, 12-nek a fele 6, mert az 12, és lehozom még az 5-öt, 5-nek a fele 2, ami 4, 1 marad, és odaírok egy nullát, 10-ben a 2 pedig 5-ször van meg, és a maradékunk 0, tehát a keresett középvonalunk 6,625 ezred centiméter. A C feladatot meghagynám házira, biztos vagyok benne, hogy boldogultok vele, ugyanígy oldjátok, mint ahogy mi is eddig csináltuk, csak ne felejtsétek el előbb a vegyes számot majd átalakítani áltört alakba. Nézzük a harmadik feladatunkat. Tehát eddig a két alap volt megadva, és kerestük a középvonalat. Most pedig fordítva, a középvonalat és az egyik alapot ismeritek, keressük a másik alapot. Tehát adott a trapéz egyik alapja és középvonala, mekkora a másik alap? Az A alapunk 3 cm, a középvonalunk 2 cm. Keressük a B alapot. Hát fölírom a középvonal képletét, vagyis hogy az alapok összegének a feleként kiszámolható, és helyettesítünk. M helyett 2-t helyettesítek, A helyett 3-at, a B-t nem ismerem, úgyhogy az marad, per 2. Na most valójában mi az osztandót keressük, amit úgy kapunk meg, hogy az osztót megszorozzuk a hányadossal, vagy ha fölírunk egy súgó feladatot, például 6 per 2 egyenlő 3-mal, akkor ugyebár a 6-ost keresem, amit úgy kapok meg, hogy összeszorzom a 2-t és a 3-at, vagyis az én esetemben a 2-t és a 2-t. Tehát 3 plusz B egyenlő 2-szer 2-vel, ami 4, és hát innen úgy kapjuk meg a B-t, hogy a 4-ből kivonjuk a 3-at, ami 1 lesz, tehát a keresett trapézunk másik alapja 1 centi. Nézzük a B feladatot. A B alapunk 8 század méter, a középvonalunk pedig 7,5 méter. Keressük az A alapot. Hát ismét ismerem az egyik alapot és a középvonalat, és keresem a másik alapot, úgyhogy fölírom a középvonalra a képletet. Középvonal helyett 7 és felet írunk. Az A-t nem ismerem, a B helyett pedig 8 századot helyettesítek, és ismételten az osztandót keressük, amit úgy kapunk meg, hogy az osztót és a hányadost megszorozzuk, tehát A plusz 8 század az 7,5-nek a kétszeresével egyezik meg, vagyis ez 15 lesz, és innen úgy kapjuk meg az A alapunkat, hogy a 15-ből kivonjuk a 8 századot, amit most nevezessek le 14,92 század centiméter lesz. A C feladat ismét rátok vár háziként. Arra hívnám csak fel a figyelmet,
hogy a deciméterbe és centiméterbe van megadva az egyik alapunk, illetve a középvonalunk, úgyhogy tessék előbb, javaslat, a decimétert átalakítani centiméterbe, vagy ha valakinek úgy könnyebb, lehet a centimétert is deciméterbe. Tehát ne felejtsetek el, csak egyforma mértékegységbe alakítani. Nézzük a negyedik feladatunkat. A trapéz egyik átlója két részre osztja a középvonalat, amelyeknek hossza 4 cm és 8 cm. Határozd meg a trapéz alapjainak hosszát. Hát kezdetnek, rajzolok egy trapézt. Bejelölöm a középvonalát, úgyhogy megkeresem két szárának felező pontját. És ha bejelölöm az egyik átlóját, mondjuk jelöljem be a DB átlót, akkor ez két részre osztja a középvonalat, a nagyobb rész lesz a 8 centi, tehát ettől eddig lenne a 8 centi, ettől eddig a 4 centi. Keressük a trapéz alapjainak hosszát. Nézzük csak, valójában ezzel az átlóval én két milyen alakzatra osztottam fel a trapézt? Hát 2-3 szögre. Figyeljük mondjuk ezt az ADB háromszöget. Valójában ez a 8 centi, ez ennek a háromszögnek a középvonala, tehát párhuzamos az AB oldallal, és ugyebár ez az AB oldal fele. Tehát ha ez 8 centi, akkor az AB oldal 16 centi lesz. Illetve ha ezt a másik háromszöget figyelem, a CDB háromszöget, ennek is ez a középvonala lenne, vagyis ez párhuzamos a DC oldallal, és a DC oldal felével egyezik meg a középvonal, ami azt jelenti, hogy a DC valójában a középvonal kétszerese, tehát 8 centi lenne. És kész is a feladatunk. Nézzük a mai 5. feladatunkat. A derékszögű koordináta rendszerben adott két szakasz, az ABCD egyenlő szárú trapéz alapja AB, valamint az MN középvonala. Határozd meg a trapéz másik alapjának koordinátáit és a középvonal hosszát. Talán könnyebben boldogulunk a középvonal hosszával, úgyhogy én azzal indulnék. A feladat hangsúlyozza, hogy az MN az a középvonala. Hát az MN mindkét koordinátáját ismerjük, és valójában az MN párhuzamos az y tengelyjel, tehát nagyon könnyen ki tudom számolni a hosszát, méghozzá úgy, hogy lemérem. Tehát egy egységnek felel meg ez a négyzethálós alapján két négyzet, tehát ez lenne az 1, 2. Mert valójában nézzétek csak az y koordinátáikat, mivel az x-ük megegyezik, akkor az y koordinátáik által kapnánk meg, tehát ez itt a -1/2, ez pedig az 1,5, és valójában nekem ki kell vonnom a kettőt, és annak az abszolút értékét, tehát az MN középvonal hossza megkapható, mint mi az M-nek az Y koordinátája? 1,5, és ebből vonom ki az N pont koordinátáját, ami az Y-ja, a mínusz felett, mínusz meg mínusz plusztat, tehát az valójában 1,5 plusz fél, az valójában 2-vel egyezik, meg is 2-nek az abszolút értéke 2, tehát az MN középvonalunk hossza 2 egységnek felel meg, de valljuk be, ez nélkül is így lépésenként ki tudtuk számolni. Hiányzik még a trapéz másik alapjának a koordinátái. Hát, hogyha AB az egyik alapja, akkor C és D lenne a két másik alap. Valójában előbb írjuk le az A pont, illetve az M pont koordinátáit. Olvassuk le. Az A pontunk x-e mínusz 2,5, az y-ja pedig 2. Az M pontunk x-e mínusz 1/2, y-ja pedig 1,5.
Mivel tudjuk, hogy az AB az egyik alap, a CD a másik alap, és hogyha én ezt az AD-t figyelem, az a trapéz egyik szára lenne, az M pedig annak a felező pontja, és ti még régebben tanultátok a felező pont kiszámítására a képletet, méghozzá úgy, hogy a felező pont koordinátáit, külön az x-et és külön az y-t megkaphatjuk, hogy a végpontok x-eit összeadjuk és elfelezzük, vagy ugyanúgy az y-ra is. Tehát az M pontnak mi lenne a felező pontnak az x koordinátája? A mínusz fél. Tehát akkor az A-nak, illetve a másik végpontnak, a D-nek az x koordinátáit összeadom és elosztom kettővel. Az A-nak az x koordinátája mínusz két és fél. A D-nek az x koordinátáját nem ismerem, azt keresem, és elfelezem. Tehát ez lenne a képletbe való rögtön behelyettesítés. Ahogy már az előbbi feladatokban láthattuk, az osztandót úgy számolom ki, hogy az osztót és a hányadost megszorzom, és valójában én a mínusz félnek a kétszeresét keresem, ami mínusz egy egész, hogy most ne vezessem, és az ismeretlen összeadandót úgy kapom meg, hogy az összegből kivonom az ismert összeadandót. És hát a mínusz mínusz plusztat, tehát valójában mínusz egy plusz két és fél, az egy és félnek felel meg, tehát megkaptuk a D pontunk x koordinátáját. Ugyanígy fogjuk az y-t is megkapni, csak a végpontok y-jait adjuk össze, és ezt elfelezzük. Mennyi a felező pontom y-ja? Hát egy és fél. Mennyi az A pontom y-ja? Hát kettő. És a D pontom y-ját nem ismerem. És ugyanígy, mint az előbb, megszorzom a kettőt az egy és féllel, ami három lesz, és ismét, hogy megkapjam az y koordinátáját a D pontnak, a háromból ki kell vonnom a kettőt, vagyis az egy lesz. És én rögtön fölírom a D pont koordinátáit, az x-e egy és fél, az y-ja pedig egy. Nézzük ugyanilyen módon a C pontot is, hogyan tudnám megkapni. Hát ugyanúgy, ha a másik szárát figyelem a trapéznak, akkor az a BC szár lenne, annak az N pont a felező pontja, úgyhogy felírom szintén a B pont koordinátáit. Az X-e mínusz két és fél, az Y koordinátája mínusz egy. A felező pont koordinátái pedig mínusz fél és mínusz fél. Szintén, ahogy már az előbb is számoltuk, tehát a felező pont x koordinátája mínusz fél, és összeadom a végpontok x koordinátáit és osztom kettővel, tehát az egyik végpontom x koordinátája mínusz két és fél, ehhez hozzáadom a C pontnak az x koordinátáját, és elosztom kettővel, és ha már és felfigyelhetünk arra, hogy ezt már valójában számoltam, úgyhogy nem fogom még egyszer számolni, tehát a C-nek az x koordinátája egy és fél lesz. Számoljuk ki az y-ját. A felező pontunk y-ja mínusz fél, az egyik végpontom y-ja a mínusz egy, és hozzáadom a másik végpontomnak az y koordinátáját, és ezt elfelezem. Szintén, ahogy már láthattuk, ezt a mínusz 1 plusz yc-t úgy kapom meg, hogy ezeket megszorzom, vagyis mínusz félszer 2, az mínusz 1 egész. És innen, ha kifejezzük az yc-t, valójában ezt kapnánk, és ez pluszt ad, tehát mínusz 1 plusz 1 az nulla lesz, úgyhogy a C pont koordinátáit rögtön föl is írom, az x-e egy és fél, az y-ja nulla. És meg is kaptuk a végpont koordinátáit, mind a kettőnek ugyebár, tehát a trapéz másik alapjának koordinátáit. A középvonalat pedig még az elején felírtuk. Köszönöm a figyelmet!